Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Innentől kezdve már nem jön több vendég idén, és ahogyan ezt bizonyára már tudjátok, minden alkalommal új vendéget fogadunk, minden második alkalommal új vendéget fogadunk, és másodjára úgy tér vissza hozzánk a vendégünk, hogy az által választott egy kedvenc filmjét nézzük meg. Úgyhogy itt ül velünk Vosztri Ferenc. Szia, Feri! Szervusztok! És akkor ráncsd is le a leplet, hogy melyik filmet választottad kedvencednek, és kicsit mesélj arról, hogy hogyan választottad ezt, miért. Szerintem ez olyan nagy meglepetés nem lesz annak, aki elolvasta a podcast epizód leírását, de a kék bársamiról lesz szó, igen, az abszolút kedvenc filmemről. Aha. 1986-os film, a múltkor is egy 1986-os filmről beszéltünk, az Aliensről. Csuda jó kis év volt ez a film számára. Bizony. És David Lynch a rendező, a közvetlenül Dűne után csinálta ezt, ha jól számolom. Uh-huh. És a fél Dűne stábot magával hozta. Igen, hát ugye a Dűne az egy elég nagy bukás volt, ja. Mint a box office-nál is, meg úgy kreatív értelemben művészileg is, igen, yeah. Kreatív értelemben is. És hát, ha jól tudom, akkor az történt, hogy ugye a Dino De Laurentiis, a producer, itt már nem érdekelte senki, tehát így mondta Lynch, hogy van ez a filmtervem, megcsinálhatnám ezt a filmet. Ezek után, hogy az összes tervet velem kapcsolatban dugába dölt, és azt a Laurentiis azt mondta, hogy jól van, csinálja. És kb. Ez volt a kékbársony születésének a történet. Ez ilyen inverse blank check, mert általában az emberek pont a nagy science fiction blockbusterre szoktak végtelen mennyiségű pénzt és szabad kezet kapni, de pont fordítva történt vele. Igen, igen. És hát szerintem mondhatni azt, hogy a 80-as évek egyik legmeghatározóbb, nem csak amerikai, hanem úgy nemzetközi szinten is legmeghatározóbb filmje lett belőle. És egyértelműen szerintem így a lincsességnek is a kiforrása. Azt nem tudom, hogy a forrása-e, de... Ki forrása? Tehát, hogy itt érik be, vagy itt volt teljesen szerintem. Igen, kiforrottabb. Igen. Ez az a film igazán, ami beindítja a karrierjét. Tehát a Radírfejjel felhívta magára egy picit a figyelmet, ugye a Mel Brooks nagyon megszerette a filmet. A Radírfej miatt kapta meg az Elefántember rendezési lehetőségét, ami művész mozikban siker volt, de és Oscar-díjas film lett, de olyan túlságosan nem mondhatni azt, hogy sztárrendezőt csinált volna belőle. Aztán valami úton-módon az Elefántember alapján megkapta a Dűnét, ami nagy hiba volt, elfogadni is, meg megbízni is vele, és ott az teljesen tönkrement szinte a karrierje tőle. Aztán ezt kikönnyörögte, de úgy megkapta ezt, hogy félváról ezt az esélyt, hogy megcsinálja ezt a személyes filmet, és ez az, igen, amikor kiforrik igazán a stílus, kifor igazán a stílusa, és úgy igazán semmilyen másfajta filmet, csak lincses filmet csinál ezek után. Tehát ez az, amikor végre ott tart a karrierje, hogy arra hagyatkozhat, ami tényleg készteti őt. Igen, talán még egy olyan filmje van, ami egy viszonylag visszafogott, vagy ilyen lineáris, az a Straight Story egyébként, az 90... Szerintem a Straight Story úgy csak a felszínen konzervatív film. Ja, értelek teljesen. Igen, és hát ez az a film, aminél sikerül megszerezni azt a jogot, hogy övé legyen a végső vágat, tehát hogy a Final Cut-ot ne vegye el tőle egy producer.
És ez az a film, ami után ezt soha többet nem hajlandó elengedni, nyilván a Dűnének a kellemetlen tapasztalatai miatt is. Egyébként... De ez is egy nagyon fontos nála. Ez a Final Cut dolog, ez nagyon érdekes, főleg a Kékbársonnyal kapcsolatban, ugyanis ha nem ennyire engedékeny a Lynch egy bizonyos jelenettel kapcsolatban, amit nem is kényszerített rá senki, hogy úgy rendezze meg, hanem kérte az egyik színész, könyörgött neki, hogy ne úgy rendezze meg, ahogy korábban a forgatókönyvben volt. Úgy lett volna, majd erre kitérjük, hogy ez melyik jelenet, úgy lett volna ez a film szerintem abszolút tökéletes. Nekem azzal az egyetlen egy jelenettel van problémám, hogy nem olyanra lett megrendezve, ahogy a forgatókönyvben van. Ja, igen, és hát ez az a film, aminél a kulcspozíciókban olyan személyek vannak, akik aztán végigkísérik a karrierje nagy részét, tehát például a Frederick Elms, mint operatőr, a Duvain Dunham, mint a vágó, és az Angelo Badalamenti, mint a zeneszerző. Ők ugyan nem minden egyes filmjénél térnek vissza, de nagyon sok filmjénél, és egészen még a Twin Peaks-nek a harmadik évadában is többen is közreműködtek. Vagy talán mindannyian. A Frederick Elmsben most nem vagyok teljesen biztos, de a vágó és a zeneszerző egészen biztosan megmaradt. Igen, igen. Pár évvel ezelőttig. Hát a lincsességnek a kiforrottsága igazából a Badalamentinek a megjelenésével jön létre szerintem. Tehát igen. Az annyira ennek a filmnek is a zene annyira fontos, és az olyan zene, amit a Badalamenti hoz, annyira fontos része, hogy őrület. Igen, tényleg. Igen, illetve még a egyik kulcsember az Alan Splatt, aki pedig a hangeffektekért felel, de ő, ha jól emlékszem, mert az írés ebben a radírfejben is aktívan. Igen, ő ha jól emlékszem, akkor az, és egy szerepet is játszik benne, nem akarok hülyeséget mondani, de csak úgy emlékszem, hogy ő a Man in the Window, ő az, aki egy férfi, aki egy ilyen igen. Ő bámul ki egy ablakon, és meghúz egy kart, vagy valami, tehát inkább Istennek a megfelelője abban a filmben. Az is valami rokon, valami úgy volt rokon a Lynchnek, hogy valaki valami házasságon keresztüli rokon volt, már nem tényleg nem emlékszem pontosan. És te, Feri, te mikor találkoztál először a filmmel, ezzel a filmmel? Meg ez volt az első David Lynch élményed annak idején? Nem, az első David Lynch élményem az a Twin Peaks volt. Aha. Aminek én megszállott rajongója voltam kisgyerekként. Anyám még nem problémáztak azon, hogy ilyesmit nézek. Aztán 18 éves koromban megnéztem a Kék bársonyt, és az olyan hatással volt rám egy művészmoziban, hogy sem addig, sem azóta film ilyen hatással nem volt rám. Tehát mikor kijöttem onnan, szó szerinti tiszta eufóriát éreztem. Olyan, úgy éreztem, mintha egy ilyen villámokból készült kalapáccsal ütöttek volna fejbe. Őrület volt, amit az... És sok minden elhatároztam abban a pillanatban, amikor kijöttem abból a moziból. Wow. Nagyon jó, és nagyon ritka az ilyen hatású film. Igen, az ott egy élet megváltoztató élmény volt, tényleg. Azt a mindenit. Na, ez tényleg egy méltó kedvenc film, és méltó befejezés az évadunknak. Nem is tudom, nekem mikor volt a legutoljára, ilyen, hogy a film, hogy a moziból úgy jövök ki, hogy úgy érzem, hogy más ember lettem, vagy ilyen transformatív élmény, vagy nem is tudom. Igen. Nekem mikor élmény? Nem tudom, viszont a korai David Lynch élmény. Én még a Twin Peaks-et is később láttam, mint ezt. Ugye azt egyébként együtt pótoltuk, vagy hát nem tudom, hogy te akkor először láttad el a Twin Peaks-et, de mi a vakfolban megnéztük a Twin Peaks-et annak idején. Az első két évadot, meg a Fire Walk With Me-t, mert akkor pont abban az évben jött ki az új évad, és akkor arra készülvén gyúrtunk rá. Úgyhogy a vakfolban igazából így viszonylag terebélyes mértékben beszéltünk már itt Lynchről. De én igen, szerintem az egyik első film, a leges-leges, amit láttam tőle, az biztos, hogy az Elephant Ember volt, mert az gyerekkoromban, hát kamaszkoromban imádtam, nagyon sokszor láttam. És utána Mulholland Drive, az pont akkoriban jött ki, amikor én ilyen kamasz tájt voltam, nem emlékszem, mikor pontosan a film, de én kimiben láttam, az elég valószínű. 2001-es. Hát akkor pont kim is lettem, sokkal korábban, igen. És aztán nem sokkal később láttam a Kékbársonyt, és óriási filmnek tartom. Ja, igen, én pont azt hiszem, hogy pont a Twin Peaks harmadik évadnak az évében, azt hiszem, az 2017 volt, ugye?
ha jól emlékszem, igen, abban az évben pótoltam be az összes olyan David Lynch filmet, amit még nem láttam korábban. Uh-huh. Volt jó néhány. Tehát akkor szépen, azt most visszanéztem a Letterboxdon, hogy akkor így kb. Márciustól júniusig, azt hiszem, így végigmentem a teljes Lynch életművön. Uh-huh. És a Kékbársonyt is akkor láttam először, tehát hogy nekem nem volt meg így kamaszkoromban. Nekem Lynch azért nagy részt kimaradt, mindig inkább csak én hallottam róla. A Twin Peaks is igen egy későbbi élmény, az én 2010-es évek elején láttam valamikor, vagy így azon a fordulón, és akkor se végig, tehát akkor is csak pont a második évad közepéig, tehát ahol úgy lezárul az addigi főszál, addig néztem, és utána a második évad második felét azt a Péterrel együtt pótoltam a Vakfolthoz. Uh-huh. Szóval, hogy Lynch nálam így hosszú idő alatt ért be, de mire eljutottam a Kékbársonyhoz, meg mire eljutottam ahhoz, hogy megnézek tőle minden egész estés filmet, addigra teljesen beért, és most is, hogy így újra néztem a filmet, készültem, vagy olvasgattam, gondolkoztam így ehhez az adáshoz, így nagyon azt kristályosít ki a fejembe, hogy van nagyon sok kedvenc amerikai rendezőm így az elmúlt, nem tudom, 50 évből, de hogy kettő olyan van, aki számomra ilyen olyan mértékben meghatározó, hogy azt mondom, hogy ők így nem csak nekem, hogy egyáltalán akiket a legjelentősebb amerikai rendezőknek tartok, és az egyik az a Terence Malick, és a David Lynch a másik. Uh-huh. És hogy a David Lynch ezen belül pedig, aki tehát mind amerikai rendező, mint olyan rendező, aki Amerikáról mond dolgokat, hogy Amerikáról milyen képet fest, abban szerintem ő teljes mértékben egyedülálló, és talán ez egyik legfontosabb. Tehát ahogy ő gondolkozik Amerikáról, főleg mondjuk a Kékbársonyban, az szóval, hogy számomra egy megunhatatlan rendező, és ja, igen, még majd belemegyünk még nyilván jobban ennél, de hogy most biztos, hogy nem fogunk olyan vérmes vitákba bonyolódni, mint az Eyes Wide Shut. Nem, abszolút. És már is a hallgatóság 80%-a kikapcsolt a podcast. Maradék még felélleg ez. Igen. Kicsoda? Kifelé? Maradék meg felélleg. Ja. Akik nem bírják a feszültséget, igen, a podcast hallgatás közben. Igen. Ez egy jó érdekes teória, nem gondoltam volna, hogy a Lynch-et fogod így kiemelni, teljesen meg voltam győződve, hogy neked Scorsese az egyik numero uno rendező. Igen, nyilván ő lenne, akit harmadszor mondanék, de talán nem tudom, és nem akarok itt tényleg rangsorolni, meg különbséget tenni, de hogy a David Lynchnek és a Terence Malicknek olyan a gondolkodása, és olyan a transzcendenshez való viszonya, a lélekhez, az egzisztencialista, nem tudom, egész egzisztenciához való viszonya, az teljesen egyedi, senki máshoz nem hasonlítható, és tényleg olyan, hogy soha nem fogok a végére érni annak, hogy nem is azért megpróbáljam megfejteni, mert nem a megfejtés a célom, a se Lynch-el, se Malickkel, hanem az a célom, hogy elveszek az ő világukban, és hogy azáltal, hogy elveszek a világukban, azáltal irtozatos erővel tudnak hatni rám, és az én világlátásomat is befolyásolni. Ezt érdekes, hogy mondtad a transzcendenciát, mert most nem fogom tudni a nevét felidézni, azt hiszem, hogy a Radírfej kritikámban írtam évekkel ezelőtt erről, hogy vannak a Lynchnek ezek ilyen úgynevezett stázis jelenetei, ahogy így állni látszik minden, és ilyen transzcendens uh-huh. jelenetei, és szinte az összes filmje olyan, hogy ilyenből, 4-5-ből áll a film, és közben átvezető jelenetek vannak. Tehát senki nem tudja a stázist, a megdermett világot, a varázslatba beledermett világot, legyen az borzalmas varázslat, vagy éppen transzcendentális, megvalósítani, mint a Lynch. Ezek a földön túli mm. jelenetek azok, amikre az ő munkássága épít. Stázis jelenetek, igen, azt mondom, ez a kritikus így nevezte őket. Amikor megállni látszik a világ, megtorpan az idő igen. is.
Aha, aha. Egyébként képzeld el, hogy megtartom a kritikádat. A Radiohead? Igen, és a Paul Schrader mondja ezt. Ó, na hát szégyen, hogy elfelejtettem a nevét. Ah. Okay. Hát annyi volt. Ja, izgi, nagyon izgi. Igen, igen, pont a könyvnek az a cím, hogy Transcendental Stalin film, és pont a Lynch van így beidézve, igen. Aha. Nagyon szeretem, mikor így rendezők egymásra reflektálnak, meg egymással beszélgetnek gyakorlatilag. Azt is olvastam, hogy képzeljétek el a radírfejet, a Kubrick is nagyon szerette. Nem tudom, ezt tudtátok-e? És, nem, de nem csodálom. A ragyogást, van is a ragyogásról ilyen felvétel, a ragyogásnak a mi a fené a diszletei, vagy a kulisszái mögül, hogy Kubrick vetíti a radírfejet a stábtagoknak és magyarázza. És a ragyogást azt így úgy forgatta le, hogy na itt ezt akarom, ezt a valamit akarom megcsinálni, ezt el akarom elérni, amit itt a radírfejben csinált meg a Lynch. És biztos, hogy erről volt szó, pont ilyen ezekről a stázis pillanatokról. Például egy ilyen stázis pillanat, csak hirtelen, hogy beidézek egyet. A Twin Peaks-ben, amikor a gyilkos, nem akarom kimondani a nevét, hogy 30 év után ne lőjem le a poén, akiről lehull az állat. Szóval amikor látjuk gyilkolni, akkor is tudjuk meg, hogy először látjuk gyilkolni, hogy kicsoda is ő valójában, és ez pontosan egy sokan a Twin Peaks legfélelmetesebb jeleneteként apostrofálják a mai napig, az egy abszolút stádis jelenet. Akkor megáll a világ, megáll az idő, és egy ilyen saját kis burok képződik, amin kívül nem létezik a világegyetem. Csak ott az a szürreális borzalom, ami ott történik, az létezik. Hát nem, figyelj, én különösebben, jó, hogy erről a múltkor nem beszéltünk, nem szeretem a ragyogást a filmet. Szerintem majdnem sikerült Kubricknak valami ilyesmit létrehoznia azért benne, de ilyet soha, szerintem. Tehát nincs vannak hibáid, de nincs az valami egészen egyedi és különös. Meg így magánemberként, vagy a filmjén kívül is egyébként egy marha izgalmas figura szerintem. Tehát a legtöbbször ahhoz vagyunk szokva a rendezőktől, hogy így megállás nélkül képesek filmekről beszélni, mint a Scorsese, és az is izgalmas nagyon hallgatni, de a Lynch ez valahogy egy ilyen rejtélyes figura az interjúiban is. Egyszerűen nem hajlandó beszélni a filmjei értelméről, semmi ilyesmi, és egyébként meg amikor így meghallgatsz vele, vagy megnézel vele egy YouTube videót, amiket mostanában csinál, az is így teljesen szürreális nagyon sokszor, iszonyat izgalmas szerintem. Én imádom a Lynchben ezt, hogy így legyűgöz a személyisége. Miután megnéztem a Kékbársonyt 18 éves koromban, utána a Lynch on Lynch című interjú kötet lett a Bibliám éveken keresztül. És abban meséli el, hogy fiatal korában elment pszichiáterhez, és egy sessiont lenyomtak, és kérdezte a végén a pszichiátert, hogy a művészileg ez hasznomra válhat, hogy ide járok? És ezt szó szerint azt mondta neki a pszichiáter, hogy hát művészileg nem valószínű, hogy jól járna vele. És akkor volt utoljára a pszichiáternél. És ez annyira igaz, ez egy nagyon bölcs dolog. Ha normális akarsz lenni, járjál pszichiáterhez, járj pszichológushoz. Ha művész akarsz lenni, ha igazán jó művész, nem biztos, hogy kéne. Igen, egyetértek egyébként, ezen csomót szoktam gondolkodni, hogy így nem vagyok teljesen kutyaöltő, azért tudok fogalmazni mondatokat, és így azért néha elkap a hív, hogy de jó lenne valami prózai dolgot írni, és aztán mindig leteszek róla, és így azzal magyarázom meg, hogy nekem túl stabil az életem, unalmas igazából, és nekem nincsenek ilyen igényeid. Problémáim, tudod, igen, hogy amiket ki tudok magamból írni, nem vagyok egy Stephen King, aki annyira fucked up lehet fejben. A Kingnek a gyerekkoráról nagyon keveset tudunk, és pedig minden onnan ered, és ott nagyon a nagy szegénységben, meg a bulikkal össze, állandóan bulik között, úgy értem, hogy igen. Szadista tinédzserek, bántalmazók, igen, között hatalmas szemüveges kisgyerekként nagyon kemény lehetett az a gyerekkor, csak arra nem beszél, úgyhogy szinte biztos, hogy szinte minden onnan ered. Igen.
De ami meg egyébként nagyon érdekes így a David Lynch-be, hogy viszont csomó olyan prekoncepciót, vagy nem is csak prekoncepciót, hanem inkább ilyen tézis, meg megcáfol, amit egy David Lynch-szerű rendezőről gondolnánk. Tehát most arra gondolok, hogy azt hinnénk, hogy na a David Lynch az, nem tudom, az állandóan be van drogozva, vagy na a David Lynch az egy teljesen elbaszott ember, tök sötét, pervers. Tehát tudjátok, ezek az ilyen, ahogy kívülről, ahogy feltételeznék a filmjei alapja, hogy milyen ember, sötét zsenik, akiknek ilyen, nem tudom, vagy hatalmas az egójuk, vagy ilyen nagyon elbaszottak, vagy ilyen nem tudom, nem lehet meglenni a közelükben, és hogy ilyen nagyon ilyen megalománok, meg perfekcionisták, meg szóval, hogy sok ilyen tévképzett keringhet mondjuk egy David Lynch-ről, és hogy minden létező alkotótársával való interjúban, meg ahogy ő a forgatási, nem tudom, verkfilmekben, dokumentumfilmekben megjelenik, egy ilyen igazi Midwest udvarias fickó, jobbiális bácsi. Olyan, mint hogyha az igen, olyan, mint hogyha még mindig az 50-es évekből időutazott volna ide a beszédmódjával, és hogy nem az az ember, aki a borzasztóan sötét traumáiban fetreng még mindig, miközben lehet tudni, hogy azért voltak olyan pillanatok, mondjuk a gyerekkorából is, amik például a Kékbársonynak is kulcsjeleneteit meghatározták, de hogy ő csak táplálkozik azokból a hatásokból, amik érik, meg abból a gondolkodásmódból, ami az övé, de hogy közben nem egy ilyen megkínzott, elgyötört figura, önpusztító figura, amitől tök érdekessé válik az ő karaktere, meg az is, hogy minden színésze imád vele dolgozni, egy-két problémás színész leszámítva, de ezt most majd inkább hagyjuk, de hogy a visszatérő alkotótársai mind azt mondják, hogy hát ő egy iszonyatosan jó, olyan jó ember, akivel jó együtt dolgozni a forgatáson is, ez aztán végképp nem sok rendezőre, nem sok ilyen nagy hatású rendezőre, igaz? Figyelj, mindenki, ez a nagy divat beszélni arról, hát évtizedek óta, hogy nem értem a Lynch filmjeit, olyan rejtett motivum. Számomra minden filmje totálisan érthető. Tehát minden abból ered, hogy igen, egy ilyen teljesen védett, középnyugati, vidéki neveltetést kapott, ahol minden rendben volt, többé-kevésbé minden rendben volt, a szülei kedvesek voltak, apukájával állandóan, mert valami erdész volt, az erdőket járta, és jól érezte magát. És akkor a kora 20-as éveiben elkerült Philadelphiába, abba a szuper kegyetlen iparvárosba, és ez olyan sokként érte, és amit ott látott, hogy a mai napig ezen ez dolgozza fel. Plusz a Radírfej abból született, hogy ugye született egy dongalábú lánya, és annak a traumájának a feldolgozása adja annak a filmnek a gerincét. Tehát az egész munkássága minden filmje arról szól, hogy rácsodálkodás arra, hogy a világ milyen gonosz és kegyetlen. Az egész munkássága erről szól. Igen. Hogy egy fiatal ember, aki még ő mai napig lélekben, rácsodálkozik arra, hogy lehet ilyen szemét a világ. És ez a rácsodálkozás minden filmje. Ja. Igen, és megpróbál valamiféle választ találni arra, hogy hogyan lehet mégis ebben a világban úgy élni, hogy ne rokkanj bele. Hát igen. Hát akkor felveti ezt problémaként, de megoldást erre ő sem. Inkább pontosan azok a filmjei csak vége, inkább azt mondom, belebukik a hős. Igen, csak hogy mindig van egy olyan hőse, vagy hát majdnem mindig van egy hőse, aki, vagy jó, akkor gyakran van olyan csak hőse, nem, most aki, a Mulholland Drive-ra aki ezért például küzd. Persze, ja, hogyne. Hát figyelj, a Jeffrey Beaumont, a Kékbársony főhőse, igen, és a színésznő között a Mulholland Drive-ban, akit a Naomi Watts alakít, hozzáállásban, a világhoz való kiinduló hozzáállásban nincsen különbség. Ezt úgy értem, hogy mind a kettő ugyanaz a naív, a világot szeretni vágyó, és arra vágyó, hogy a világot befogadja ember. Egy totálisan ártatlan ember. Jó, igen, mondjuk a Mulholland Drive-ban a lány az álmodja annak magát, azt szeretne lenni. Tudjuk, hogy miről szól a film. A Jeffreynek nincsen valami kis nagyon-nagyon kezdődő
hogy is mondjam, ezt felírtam magamnak, csak most majd nem találom. Hát igen, egy ilyen szomjúsága a veszélyre. Hát az van, de az is megint a saját személyiségéből jön a Lynchnek, hogy vágya megtapasztalni ezt a sötét oldalt, ez természetes, meg voyeur, hát az, a Lynch is az, úgyhogy ez mind ott Jeffrey Beaumont, az egy életrajzi film, igazából a Kék bársony, akármilyen furcsán is hangzik, tehát ott a Jeffrey Beaumont, a Kyle MacLachlan figurája, az ott a Lynch fiatalon. Igen, hát ugye az egyik anekdota, hogy volt 2-3 olyan kulcsmozzanat, amiből így létrejött a Kék bársonynak mondjuk a forgatókönyve, és akkor az egyik ilyen mozzanat az az, hogy a gyerekkorában a fiatal David, vagy a kis David látott a kis kertvárosukba az utcán végigmenni egy anyaszült mesztelen nőt, aki talán még meg is volt verve, vagy az arca úgy... Figyelj, szerintem ez a mozzanat, ha mindjárt hagylak ezt tovább, igen. Ez a mozzanat a születési pontja a Lynch művészetének. Igen. Ez abszolút. Igen. Az, ahogy az a nő végigvonul előtte, ott leülve a járda szegélyre, és ő így sírva fakad. Most nem is, másik kisgyerek, nem, srác, kisráccal együtt volt ott, és ketten nézték végig, és mind a ketten ott sírva fakadtak, és hogy ez számára egy ilyen elképesztően megrázó élmény volt, ami pont ezt azt a világ borzalmát és meghasadtságát jelképező pillanat, hogy ez az, ami valami, ami ésszel felérhetetlen, érzelmileg megrendítő, és olyasmi, amire aztán végig keresni fogja a választ. Ez egy sztázis pillanat a saját életében, amikor a trauma megszünteti a rajta kívül létező világot is. És ezek a jelenetek, ezek a transzcendentális jelenetek, ezek mind erre alapoznak. Ebből erednek. Ja, beszéltünk akkor egy kicsit szerintem a Jeffrey-ről, hogy akkor mi elindulunk befelé a Kék bársonyba, ha már Péter felvetett ezt a kérdést. Fél óra után, igen. Meg kellett alapozni, hogy meg kellett ennek ágyazni. Meg, persze. Igen, mert hogy ugye alapvetően van egy nyomozós noir történetünk, ami sokféle párhuzam vonható akár a Twin Peaks-el is, és nyilván ezt mondjuk fokozza az, hogy Kyle MacLachlan a főszereplő a filmben, meg a sorozatban is. És hogy igen, szóval a Jeffreynek a karakterében ez az érdekes, hogy egyszer egy ilyen nagyon ártatlan, nagyon naív kisfiú, aki ott a, nem tudom, a ilyen csirkejárással próbál imponálni a Laura Dernnek, és ilyen nagyon-nagyon édes srác, és közben meg olyas valaki, aki amint találkozik az Isabella Rossellinivel, ott végleg elvész, és egy, nem is végleg elvész, de hogy igen, belekóstol abba, hát egy ilyen ugye SNM kapcsolatszerűségbe keveredik az Isabella Rossellinivel. Na beszéljünk magáról, azéről. Egy mondatot beszéljünk már Kyle MacLachlanről magáról, aki játssza őt. Tehát annyira jó az ő jó fiús külseje, és annyira tökéletes a Lynch kedvenc főszereplőjének. Most a feleségem egyik kedvenc sorozata a Született feleségek, amit rendszeresen újra is újra néz, és most jöttem csak rá a képbásolnak a mostani nézésekor, hogy miért volt tökéletes, hogy abban a sorozatban szerepel a Kyle MacLachlan, hiszen az a sorozat is egy ilyen idézi a Lynchet elég gyakran. És hogy kell abba a sorozatban egy ilyen figura, aki ilyen nagyon jó fiús, nagyon igazi amerikai, ilyen megbízható alak. És azért úgy nem nehéz benne észrevenni, ha egy kicsit akarja, akkor meg tudja villantani ezt az ilyen urge-ot, ezt a vágyat, ezt a kis veszély vonzalmat. Igen, van egy sötét oldala az extrém ártatlanság kisugárzásán kívül. Hát igen, figyelj, újra csak azt tudom mondani, hogy ott a Jeffrey, a Kyle a Kékbársonyban, az ott a Lynch. Az ott az a legtisztábban filmen a fiatal Lynch. Az, aki vágyik a veszélyre, kíváncsi a veszélyre, egy voyeur, aki szereti a kinky szexet, és őszintén oda van téve a filmre, és kész. Kezdj vele, amit akarsz, érted. Ennyi. Igen. Nem kér bocsánatot azért, aki. Ez a Lynchnek a teljes kapcsolatrendszerére, ilyen nőkkel fenntartott kapcsolatrendszerére is vonatkozik, mert minden kapcsolatod úgy kezd, hogy figyelj,
figyelj, baby, nekem a művészetem a legfontosabb, ez vagy jó neked, vagy nem, ezt halál komolyan ez így de csinálja, ezért volt, nem tudom, négy felesége, meg mit tudom én, vagy elfogadod, vagy nem, te nekem szó szerint másodlagos vagy az életemben, az első a művészet nekem, újra csak kezdj ezzel, amit akarsz, és kőkeményen betartja ezt a dolgot, tehát hogyha a nő bármilyen problémát jelent, bármilyen problémát kezd feszegetni, ami esetleg a művészetére káros hatása lehet, dobja. Azt a mindenit. És ez újra csak ránk marad ez, hogy ez hogyan, én szerintem ez a Lynch, ugye általatok beidézett kedves bácsi személyisége, az számomra nem igazán. Tehát ami közvetítve van róla, az nem teljesen valós. Én elhiszem, hogy mindenki jól érzi magát a forgatáson, bár azért van elég sok YouTube videó a forgatásokról, ahol elkapja a gép szíj az agyát, vagy lelöpje az agya szíjat, meg minden. Igen, elkezd fakkolni keményen, hogyha nem jól világít a fény valahogy. Szóval a nem annyira aranyos bácsiámmal nincs, mint ahogy azt az emberek hinni szeretnék. Persze, persze, ez ebben teljesen igazad van, igen. Igen, meg hát igen, tehát az hogy a mondjuk magánéletében, mondjuk gyerekeivel milyen a viszonya. Teljes, vagy így van, gyerekei. Azok meg le vannak passzolva, tudod? Szóval az egy nagyon önző csávó egyébként a Lynch, azt kell elmondani róla. De hogyha elfogadod azt, és de nem csinál, nem játszik ezzel, tehát nem csinál ebből játékot, nem titkolja. Nem manipulál. Igen, ő leteszi a kártyáit az asztalra, és vagy jó ez neked, vagy sem. Igen, igen. Most azért jutott eszembe még róla a Hayao Miyazaki, aki egy nagyon-nagyon hasonló figura. Abban az értelemben, hogy ő is teljes mértékben a művészetének él, és a család az nála is ilyen szempontból másodlagos, ő is egy ilyen munkamániás figura, és hogy benne is egy hasonlóképpen egyesül az, hogy egyszerre gondolod őt egy ilyen kedves bácsikának, és közben meg minden egyes megnyilatkozása egy ilyen végtelenül. Igen, az ősz haj az nem garancia semmire. Igen. Ja, de igen, szóval, hogy a... Igen, valahogy ez a lényeg egyébként, hogy vagy gyorsan csak, hogy tudom elcsépelt szó, de valahogy a Lynchnek a forgatásai, azok nem biztos, hogy nem toxikusak. Tehát akármennyire is bizarrak az ő filmjei, akármennyire is sötét dolgokkal foglalkozik, és az agyában ilyen dolgok mozognak, akkor is valójában a forgatások, még ha el is durran néha az agya, biztos vagyok benne, hogy teljesen tolerábilisok amerikai sztenderdekkel nézni. Figyelj, mindegyikünknek több oldala van, tehát senkit nem lehet meghatározni egy viselkedési motivuma alapján. A Lynch tényleg kedves, mert jól nevelt Midwestern faszi. És ez az alapvető személyiség vonala, ez a személyiségi adottsága. Aztán, hogy emellett a nőkkel milyen viszonyt tart fönn, az már egy másik, mert itt például a kékbársadban ezzel van a problémák, az már egy másik dolog. Jó, akkor beszéljünk erről is, hogy kik a női szereplői a kékbársadnak. Hát Isabella Rossellini játsza, aki akkor Lynchnek a barátnője volt, és a Lynch a Scorsese-t hagyta ott a Lynch miatt. Aha. Ezért, ha jól tudom, akkor ezért van a taxisofőrben az a jelenet, amikor a Scorsese egy taxi hátsó ülésén arról beszél, hogy szétlövi a volt felesége fejét, mert egy szürrealista miatt hagyta ott. Ez azért van ez a jelenet, mert a Lynch összeszűrte a levet a Isabella Rossellinivel. A való életben, igen. Szóval ő a filmnek igazán a középpontja, furcsa mód, tehát nem Jeffrey Beaumont, hanem ő. Ahogy Lynch, most a podcast felvétel előtt egy órával újra néztem a Kékbársony, kb. 10 éve nem láttam, és ami nem tetszett, az volt, hogy mennyire ilyen bugyutának van az Isabella Rossellini karaktere beállítva. Túlságosan olyan, mint egy felhúzható baba. És nem vagyok biztos benne, hogy nem azért, mert a Lynch ilyennek látta Rossellint, aki pedig tudomásom szerint egy intelligens nő.
Nem ez a problémám igazán a filmet, uh-huh. teszem hozzá egy másik jelenet, de ez sem tetszett annyira benne most. Igen, én sokat gondolkoztam most a mostani újra nézésnél, hogy hogyan áll vajon össze a Dorothy-nak a karaktere, mert ugye ő egyszerre ugye benne van az, hogy ő egy bántalmazott és terrorizált nő, aki a Franknek a markában van, ugye a Frank a Dennis Hopper karaktere, Frank Booth, és ő zsarolja a férjével és a kisfiával. Bocsás, a Frank Booth neve az a Lincoln elnök gyilkosának is a neve. Igen. Tehát onnan vette a Lynch a nevet. Igen. Csak ezt a gondolatot. Igen. És tehát egyrészt van egy ilyen bántalmazott, nagyon durva szexuális aktusokra kényszerített, megerőszakolt nő, aki aztán a Beaumonttal szembe viszont egy ilyen furcsa femme fatale-ként viselkedik, és hogy így lélektanilag össze lehet kötni ezeket a dolgokat, tehát hogy nem érzem azt, hogy így nem működne a karakter, de egyes pillanatokban mégiscsak azt érzem nála, hogy nem, talán nem mindig tud, nem mindig tudom összeegyeztetni ezt a két oldalát a karakternek, mert néha annyira élesek a váltások, hogy tényleg egy szekvencián, egy hosszú jelenet soron belül vált ilyen végzett asszonyába a szexuálisan terrorizált nő figurájából. Nem tudom, hogy erről mit gondoltok. A Lynch az imádja ezeket a két, az ilyen érem két oldala női karaktereket, csak itt még nem volt ennyire kiforva benne ez az archetipus, de a Twin Peaks-en már nagyon kiforrott szerintem. Az, hogy vadul vágyja a normális szexet, ami két perc múlva nem normális lesz, egyetve nem az én dolgom meghatározni, de szóval mazohista lesz hirtelen belőle, mazohista szexet akar a Jeffrey-től, igazából csak azt szeretné, ha valaki úgy szexelne vele, hogy szereti, tudod? Ennyi az egész, ott olyan túlságosan nagy problémám azzal ott nem volt szerintem. Az, hogy felfedezte magában, mióta Frank ütiveri, hogy neki bejön a mazoista szex, hát az már egy más tészta, igen, az egy más kérdés. Ő ott csak egészetesen azt szeretné, hogy valaki úgy szeresse, hogy valóban szereti. Attól még én is hoztam az Andrásnak a véleményét, hogy van egy ilyen kettősség az ő karakterében, és mondom, szerintem ez később még inkább megjelenik a Lynch női szereplőinél, tehát a Twin Peaks-ben abszolút, és a Mulholland Drive-ból meg aztán már fizikailag is gyakorlatilag így ilyen két személyisége lesz a női karakterének. De mindenki egy alkalommal van egy ilyen, hogy van egy ártatlan nap, vagy egy ilyen megsebzett aspektus a női karakternek, és a másik meg az a veszélykereső, vagy a franc tudja valahogyan a szubverzívebb változata a karakternek, és ez egy dolog, ami látszik, hogy évtizedeken keresztül foglalkoztatta Lynch-et. Igen. Igen. És egyébként sokkal jobban el tudom helyezni mondjuk a Dorothy-t, az Isabella Rossellini karakterét, hogyha egy ilyen ödipuszi háromszögbe teszem bele. Uh-huh. Persze, őt egy anyapszíjot. Igen, igen. Igen, tehát hogy az ilyen anyához való szexuális vonzódásnak az ilyen tabu témája, mert azért sokszor vegyül az, hogy igen, erotikusan ott vágyik rá a Jeffrey, de máskor pedig van egy ilyen egy olyan féltés, amiben ilyen anyai féltés is megjelenik, és aztán végképp az, hogy a Frank Booth, mint a veszélyes apa figura, akihez hasonlóvá nem akar válni a Jeffrey, és nem csak azért rettem meg a Frank Booth-tól, hogy egy olyan pszichopata állat, aki megfékezhetetlen, hanem mert felismeri a saját sötét késztetéseit is benne. Pontosan, tehát igen, az Frank Booth és Jeffrey ugyanannak a személyiségnek két oldali igazából, a legletisztultabb formájukban. Tehát Frank Booth, nem a Jeffrey nem akar olyan válni, mint a Frank Booth, és pontosan az jelenti számára önző módon a legnagyobb veszélyt, hogy ne váljon olyanná. Tehát attól fél a legjobban. Uh-huh.
És igen. Hát igen, Baby Wants to Fuck, ugye. Igen, igen, igen. Az is tök jó kis, nagyon egyszerű kis szimbólum annak, hogy ők így a, ugyanannak a skálának a két végpontja, hogy azért Jeffrey egy fiatal csávó, de úgy szereti a sört, de Heineken iszik az európai kis Weisswassert, és akkor leüvölti a fejét a Heineken! Fuck that shit! Pepsi Blue Ribbon! Ütöm az asztalt. Elnézést. Tökéletes. Pontosan. És az amerikai egyébként ugyancsak balszeg nagyon-nagyon húgyozó víz típusú sörrel vág vissza. Tehát ez szerintem egy ilyen tökéletes. Ezért, hogy az ártatlan Jeffrey az az európai kis nevetséges sörét vissza, nem pedig az amerikai igazi sört is. De az a Pepsi Blue Ribbon az a melósabb sör, tehát az abszolút dolgozóosztály sör. Igen, 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 igen. Igen, ez tökéletes. Igen, és jelen, igen, Magyarországon is működne ez a Heineken versus Kőbányai jelentet, ugyanígy. Igen. Igen, és hát így, ugye itt lép be a Matrixba a Sandy, akit meg a Laura Dern játszik, aki a másik hatalmas múzsája lesz aztán a teljes David Lynch életműnek. Visszatérő múzsája, és... Tényleg. És hát az, hogy igazából ugye vele jön össze a Jeffrey, és ők maradnak együtt, akik így életkorban is hasonlóak, hasonlóan ártatlanok, hasonlóan naívak, de ugyanakkor hasonlóan megrendíti őket az, amivel szembesülnek, még hogyha a Sandyben nincs is így az életnek a perverzebb oldala iránt való vágyakozás. De szerintem nagyon erős például az a jelenet, ahol a Sandy találkozik a Dorothy-val, és hogy ott nagyon élesen elüt a különbség a kettejük között, hogy az egyik még egy kislány, aki most kezd felnőni, és a másik pedig egy felnőtt nő a teljes életének az összes traumájával és terhével. Tehát, hogy nem csak egy ilyen nagyon leegyszerűsített a szűzés a, nem tudom, kurva, már, tehát az a fajta ilyen klasszikus ellentét pár kettejüknek a karaktere, hanem annak ellen egy kevés köztük az interakció, de szerintem nagyon érdekes, hogy a Sandy is például mit pillant meg a Dorothy-ban, és hogy ők, mint a két fontos nő a Jeffrey életében mit szimbolizálnak. Ja, van benne egy ilyen Madonna szajha komplexus végül is. Azt nem tudom. Igen, de például szó szerint, hogy mikor pillantja meg a Dorothy-t, ugye csak a film végén, amikor szerencsétlen nő mesztelenül sebekkel a testén mindenhol védelmet kér a Jeffrey-től, ugye mondja neki, hogy he put his disease in me, mondja, tehát ez az, amikor szembesül vele, ez trauma hátán, traumákkal kommunikál a Lynch végig. Minden dramaturgia fordult az valami trauma a színészei számára, és ez is erősíti az egész szürreális borzalomnak az erejét. Aha. Csak kitérve arra, hogy a Lynch ironizál és halálosan komoly egyszerre, de úgy ironizál, és ez az egyik legismertebb vonása, hogy jaj, de viccesek a Lynch filmjei bizonyos fokon, igen. De úgy ironizál, hogy soha nem néz le semmit, tudod? Uh-huh, uh-huh, tehát amin sokan, a nézők sokszor röhögnek dolgokon, az valójában abszolút nincs viccesnek számva. Kedvesen csinálja, igen, ezt nem, bocsánat, ha azt mondod, hogy kedvesen csinálja, abban is van egy ilyen paternalizáló lenézés. Nem, a Lynch nem néz le senki, és sokkal kevesebbszer vicces, mint ahogy legalábbis ő szerinte, tehát az ő ahogyan egy jelenetet megtervez, az sokkal kevésszer vicces, mint ahogy a nézők gondolják. Kevesebbszer vicces. Aha. Ő nagyon komolyan gondol egy csomó olyan dolgot, amin a nézők röhögnek. Pontosan azért, mert van ez a világlátása, ez a... Ja, saját a Shucks világlátás, ez a középnyugati jófiú világlátás, ami a mai napig az övé, és
ironizál, és nagyon komolyan gondol mindent, ugyanakkor soha nem szarkasztikus. Ez nagyon fontos. Igen, és ezért nagyon-nagyon becsülöm őt, mint művészt. Ja. Ezért is a kedvencem. Ja. Erről tényleg beszéltünk a Twin Peaks adásban, hogy ott is a Cooper ügynök így mindig jó hangulatban megy be a sheriffi őrsre, meg a kávézóba is, és mindig... Igen, és az emberek ezen röhögnek, igen, pedig ez igen. Nem, ez csak egyszerűen miért legyél búval baszolt, amikor semmi okod nincs rá. Igen, az, hogy a Jeffrey és a Sandynek is van egy-egy olyan jelenete, amiben így kifakadnak arra, hogy amiről már beszéltünk eddig is, hogy úristen, hogy lehet ilyen gonoszság a világban? A Jeffrey is kimondja, hogy a Frankre gondol, hogy ja. Hogy létezhetnek olyan emberek, mint a Frank, hogyan engedheti meg ja. Vagy a világ, vagy Isten, vagy bármi, ami elrendezi ezt az univerzumot, hogy ilyen megtörténhessen. És aztán a Frankel és a kis Sameseivel, meg a Dean Stockwell karakterrel együtt töltött borzasztó éjszaka után is sírva fakad. Uh-huh. És akkor a Sandynek is van egy ilyen pillanata, amikor pont azután, amikor meglátja a Dorotit mesztelenül, és ráébred, hogy van valami közte és a Jeffrey között, és akkor azt hiszem úgy fogom, hogy where is my dream, hogy hova tűnt az álmom. Igen. Jó, de ott a szerelemre gondol. Mind a kettejüknek... Mind a kettőknek van egy ilyen pillanata, amikor így az idealizmusukat, az álmukat így elsiratják, és aztán a film végén pedig visszanyerik, és hogy ez lehetne egy nagyon ironikus dolog, de hogy borzasztóan őszintén hisz, vagy őszintén akar hinni ebben a David Lynch. Igen, ott a film végén... Őszintén akar hinni abban, hogy... Igen. A mai napig vitatják, hogy ez a vörösbegy a film végén, ami ugye a jóságot és a világ rendjét szimbolizálja, az ott irónia-e? Mert látszik rajta, hogy egy műmadár, tehát nem valódi madárot. Így persze. És az nem irónia. Biztosan. A Lynch halálosan komolyan gondolja, hogy az a vörösbegy, az a mű vörösbegy, az a jóság visszatérését szimbolizálja a világban. Semmiféle irónia nincs ott, csak az emberek a maguk cinikus világlátásával igen. Nem képesek azt feldolgozni, igen. Hogy igen. Egy ember így gondolkodjon, hogy ennyire a melodrámában megtalálja az igazságot. Abban az is igen. Benne van, hogy ez egy neo-noir, és a neo-noir az inherens módon cinikus, és ez a zsájnerre kapcsolatos elvárása is a nézőknek szerintem, hogy ez egy ilyen noáros film, és akkor biztos, hogy nem lehet pozitív a kicsengése. Ugyanúgy, hogy a Twin Peaksben itt is kever két nagyon látszólag ellentétes esztétikai, nem tudom, minőséget, vagy hangvételt, vagy megközelítést, a neo-noirt, meg a melodrámát, tehát a neo-noir Hitchcock, illetve az ilyen Douglas Sirk féle amerikána melodráma, na, Norman Rockwell. Behoztad azt a nevet, dolgot. Aki a kulcs a Lynch művészetének, uh-huh. A Douglas Sirk. Igen, bocs, csak én tököd. És hogy igen, és hogy a kettőből az ilyen modern, vagy posztmodern, vagy cinikus, vagy nem tudom, posztezredfordulós, bárhogy is nevezzük, gondolkodásmódunkhoz közelebb áll ilyen módon a noárnak a cinizmusa, és ezért ahhoz kapcsolódunk elsőre, most ilyen nagy általános többes szám első szemébe beszélve, és hogy sokkal inkább berzenkedünk a melodrámának az ilyen eltúlzott és műnek érzett, vagy műnek vélt szentimentalizmusától, és hogy számomra attól gyönyörű a Lynchnek a művészete, hogy ő úgy hozza elő a melodrámáknak ezeket a végtelenül nagy érzelmeit, hogy ezekben az idealista pillanatokban, ezekben a szentimentális pillanatokban mindig ott vagy, de ezek a szereplők átmentek a legsötétebb pillanatokon, az mind nyomot hagyott bennük, és ennek ellenére képesek arra, hogy hisznek abban, hogy esetleg még van remény és van boldogság. Tehát, hogy ez nem egy ilyen rózsaszín, ködös, nem tudom, szappanoperás happy end a Blue Velvetben sem, hanem egy mélyen kiérdemelt és borzasztóan, nem tudom, számomra bátor és szép gondolat az, hogy de próbáljunk meg még mindig hinni. Így van, gyönyörű, ez egy gyönyörű világlátás, és mondom, ezért szeretem a Lynchet. Hát nézd meg, csak egy másik példa, ugye a Cooper ügynök, aki a pokolba kerül a Twin Peaks uh-huh. második szezonjának a végén, és utána 25 évvel később visszajön onnan,
ugyanaz a poklot megjárva, mert hát ugye az a red, vagy nem a black room vagy red room, már nem is tudom micsoda, Black Lodge. Segíts, Black Lodge elnézést. Igen. Igen, az egyfajta változat a pokolnak, egy másik dimenzió. Szóval onnan előkerülve, miután kigyógyul a sokjából, ugyanaz az ember, ugyanaz a ugyanaz az igazságot, ugyanazt a jóságot kereső ember, aki régen volt. Az, hogy a harmadik szezon végén Lynch úgy olyan gonoszul kibaszik vele, hogy az hihetetlen, az már egy más tészta. De ugyanaz az ember, aki régen volt, nem változott meg, az értékei ugyanazok, és azok mind pozitív értékek, és szerintem, és nincs neki is bizonyos kérdésekben ez a morálja, hogy bizony nem szabad negatívnak lenni, az újat, a szépet kell keresni az életben, az igazságot kell keresni az életben, és ez büszkén hirdeti minden irónia nélkül. És pont azért, mert hogy közben meglátja, hogy milyen elképesztően nyomasztó a világ, vagy mennyi sötétség lejjük benne. Azért kell nekünk jónak lenni, mert annyi a rossz. Ez elgondolkodható volt. Nem akartam én pontot tenni. Nagyon szépen. Jó, akkor vigyük tovább, és nézzük meg, hogy milyen a rossz a kékbársonyban, és akkor beszéljünk a Frank Boothról. És Dennis Hopperről. Az a probléma, hogy én soha nem tudtam őtőle félni, úgymond. Tehát én 18 évesen is, amikor láttam, engem inkább szórakoztatott az alakítás, mint hogy félelmetesebb lett volna. Szerintem eleve, talán azt hiszem, valaki mást akartak bekesztingelni, akarta a Lynch eredetileg bekesztingelni a Hopper helyett, de egy nagyobb darab faszi kellett volna szerintem a szerepre. Nem aki fenyegetőbb megjelenésű, mint a Hopper. Ez maga, az Hopper a 170 centiével, szóval számomra sose tudott nagyon félelmetes lenni. Engem mindig, ahogy mondom, szórakoztatott, röhögök az alakításán, pont most mondtam el, hogy nem kéne röhögni, de az ő alakításán például általában nevetek, mert vagy legalábbis megmosolygom, és nagyon szórakoztatónak találom. Ez érdekes, mert közben meg a Dennis Hopper egy annyira ilyen deranged figura, tehát olyas valaki, aki egy tekintetében mindig van valami őrület, és nekem ettől válik ijesztővé a Frank Booth is, hogy van egy ilyen elképesztően kiszámíthatatlan és zabolázatlan ilyen veszett id, amit képvisel a Frank Booth, ami így mindenfajta társadalmi normától és kötöttségtől tökéletesen mentes, és emiatt abszolút kezelhetetlen és megfékezhetetlen. Igen, ebbe teljesen egyértelműen, és egy picit variálnám, amit az előbb elmondtam, mert ez kicsit túlságosan egyszerű, hogy szórakoztat meg innen. Q-nak gondolom, ahogyan ezt a gonoszt játsza. Tehát nem tartom szánalmasnak, nem nevetek rajta, hanem annyira szórakoztat, annyira cool-nak gondolom az összes perverziójával együtt, hogy, vagy a mellett, hogy figyelj, az a jelenet, amikor elmennek a Dean Stockwell-nek a kuplerájába, az a kedvenc filmemben a kedvenc jelenetem. Tehát én annó egyszer jelentkeztem filmrendezőnek a Szélzés Filmőszítőre, ahova nem vettek föl, és az egyik szakasza a felvételinek egy marha hosszú kérdőív, több száz kérdéses kérdőívnek a kitöltése volt, és ott le kellett írnunk a kedvenc jelenetünket. És én kb. 4 oldalt szántam arra, hogy leírjam ezt a jelenetet. Lehet, hogy pont ezért nem vettek föl, úgyhogy imádom, olyan, és ez nem tudom, hogy mit mond el rólam, kicsit olyan az a jelenet, mint hazatérni az anyam mélybe nekem, tehát így cozy, nagyon kényelmes, nagyon tele van olyan fordulatokkal, viccesekkel és félelmetesekkel és hangulatosokkal, amik pontosan az én ízlésembe illenek, imádom azt a jelenetet. És az utána következő jelenet, amikor összeverik a Jeffreyt, ez az a jelenet, ami a problémám van, mindjárt elmondom, hogy miért. Ugyanakkor az a jelenet, ahol a Hopper számomra félelmetes. Abban a jelenetben abszolút az. Abba is beletesz egy csomó
abszurditás vagy szürrealizmus Lynch, hiszen ott a, mikor megverik, arra gondolsz, amikor autóval elviszik, ugye, és akkor egy ilyen töltésnél nagyon verik. Igen. És akkor ott azon a töltésen táncol egy nő. A kocsi tetején táncol. Ja, lehet, igazad van, bocsánat. Ah, rosszul emlékeztem. De hogy ez is egy ilyen lincsesen abszurd addíció, vagy egyébként horribilis jelenethez. De igen, de igen, nem ezt mondom, hogy azért egyszerre ironikus a lincs, és azért komoly, mert egyszer nem lehet eldönteni, mit gondol poénnak. Tehát én azon a jelenet, azon, hogy az a Debella ott a kocsi tetején táncol, azon én röhögök, nyilván meg általában az emberek nevetnek rajta, de az egyfajta mérlege, a mérleg másik serpenyője, ami ahhoz kerül ez a táncoló nő, hogy mert viszont a másik serpenyőben pedig az van, hogy a Hoppert agyba főbe veri a Kyle MacLachlan. Tehát a horrort, ha nem is tompítja, mert nem gondolnám a Lynch, hogy tompítani akarja a horror, de a maga viccét, a maga humorérzékét beleviszi. Igen, szerintem se tompítja, inkább így fokozza azt az érzetet, hogy itt valami rohadtul nem stimmel. Hanem hogy hát ez a klasszikus dolog, ami a Lynchnek az alap, a Lynch művészetének az alapja, hogy van egy világ, vagy van egy kép, amit a világról gondolsz, és aztán egy picit, egy bizonyos, nem tudom, 10 fokos szögben elfordítod, és mögé nézel, és ott teljesen más tenyészik mögötte. És hogy ez is ennek a része, hogy ennek így nem szabadna egy ilyen összeállásba lennie, hogy igen, miközben összevernek, valaki ott táncol egy ilyen, nem tudom, Roy Orbison számra, vagy lehet, hogy az Julie Cruz, már nem tudom, az éppen Julie Cruz az még nem volt ott a képben 86-ban. Akkor még nem ismerte. Hogy ennek így nem kellett, nem lenne szabad ilyen összeállásba létezni a világban, de hogy mégis. Hát ez a vicces szürrealitás, igen, ami a banális dolgoknak a szürrealitása az, ami vicces tényleg a Lynch filmjében. Elmondom azt, hogy mi a problémám ez a jelentem, csak így körbe-körbe járom állandóan. Az eredeti forgatókönyvben az volt, hogy miután összeverik, miután elájul a Jeffrey, a forgatókönyvben az volt, hogy felébred ott, ahol felébred, ennek az ipartelepnek a közepén, és le van róla rángatva a nadrág, meg az alsó nadrág, meg minden, és a combjára oda van írva, hogy fuck you. Ami elég egyértelműen utal arra, hogy mi történt vele. Tehát, hogy megerőszakolták. És a színész, a Kyle MacLachlan szó szerint könyörgött a Lynchnek, hogy ezt a jelenetet ne forgassák le így. És a Lynch azt mondta, hogy rendben van. Mert félt a MacLachlan attól, hogy ez a karrierjét, ez árthat a karrierjének. És ez egy nagyon nagy hiba, szerintem ez egy olyan megalkuvás, aminek nem lett volna szabad bekövetkeznie, mert pontosan, ha az tett volna, az fejezte volna be azt az ívet, azt a karakterívet, ami a Kyle megváltozását befejezi, ugyanis van egyfajta ilyen homoerotikus csengés közte és a Hopper között, legalábbis a Hopper részéről. Nagyon vonzódik hozzá meg minden, és az ilyen logikus következménye lett volna ennek az egésznek, de úgy, hogy ezt nem forgatták le, ez olyan furcsa ott, és az a jelenet egy az egyben e felé tart egyébként. Ez így szabotálta magát szinte a Lynch ezzel, szerintem. Ezt abszolút nem... Nehéz, nem tudom, hogy tenni hirtelen. Ez nagyon érdekes. Mert? Nem tudom, Lynchet nem láttam még soha ennyire erőszakosnak. Nem? Hogy már szerintem nem. Szexuálisan erőszakosnak? Hogy? Nem az ügyeség, hiszen az Isabella Rossellinivel is azért eléggé kegyetlenül elbánik hát ebben igen. A filmben, szóval nem lehet ezt mondani. Nem tudom. Ne, ez jó, érdekes, csak elgondolkodtam rajta. Szóval az bánt, hogy egy ilyen művészi korlátot hagyott maga elé tenni. Pedig a film táplálja, hogy valami e felé, és akkor a demaszkulinizáció az egész karakterjét megrokkantotta volna a Jeffreynek, és így a finálé is sokkal nagyobb erejű lett volna, mint amilyen, szerintem. Aha. Lehetséges. Nem tudom, hogy sikerült-e volna vissza másznia a filmnek a finálénak a katarzisára, vajon? Ha ez a jelenet benne van.
számomra a finálé nem igazán kattint, pont az, hogy egy eléggé, szóval én a finálét annyira nem kedvelem ebben a filmben, olyan kicsit, mint a utógondolat lenne. Szerintem az éjszaka az a csúcspontja a filmnek. Az igaz. Amikor elrabolják Jeffreyt. Egyébként csak így elközben, ahogy gondolkodtam, egy kicsit másfelé kalandoztam, és eszembe jutott, hogy volt egy ilyen, amikor megérkeznek a Dorottinak az apartmanjához, azt hiszem, hogy akkor a kamera így felsvenkel, és megmutatja az utcatáblát, és Lincoln Street, aminek így akkor elgondolkodtam, mi jelentősége lehet, és nem esett le, de aztán most mondtad a Booth nevet. Ja, igen, tényleg. És igazából oda megy a Frank Booth a Lincoln Streetre abuzálni a nőt. Yes. Igen. És akkor beszéljünk egy kicsit a megboldogult Dean Stockwellről is, meg a Benről. Ő az, aki ebben a filmben nagyon, hát igazából minden karakternek iszonyatosan nehéz dolga van abban, hogy ne váljon parodisztikussá, de a Dean Stockwell karaktere az eredetileg 80-as években pont egy olyan figura, aki rengetegszer parodisztikus volt, tehát más filmekben ez egy parodisztikus karakter lett volna. Szerintem Dean Stockwellnél nem az. Ez a figura, aha, aki játszik. Igen. Hát igen. Ez újra csak ahhoz tudok visszamenni, ahhoz a kulthoz, hogy nem biztos, hogy Lynch ironizál a figurájával, meg nem biztos, hogy ironizál ez az egész jelenettel. Tudod, az egész egyszerűen szerintem csak annyi az attitűdje azzal a jelenettel kapcsolatban, például amiben a Dean Stockwell benne van, amikor ott vannak a kuplerájban, hogy mint absztrakt művész szerinte ezt így kell összerakni, ezt a jelenetet. Az, hogy nevessünk rajta, az egyáltalán nincs benne szerintem. Nem, szerintem sem. Nem, abszolút nem, persze. Csak arra gondolok, hogyha egy olyan színészre bízza, aki kevésbé magabiztos a dolgában, akkor ez a karakter lehetett volna nevetségesen eltúzó. És a Dean Stockwellnél az, hogy fehérre van sminkelve, meg enyhén femininnek a mozdulatai, meg így affektálva fejezi ki magát, az nem válik egyáltalán nevetségessé vagy parodisztikussá, hanem valahogy tud neki egy olyan kisugárzást kölcsönözni, amitől ez egy magnetikus karakterré válik abban az egy szájjelenetben. Hát azért a Lynch fantasztikus tehetség, mert mondom, a banálisból elő tudja hozni a félelmetes. Szerintem az ott egy nagyon cool és nagyon félelmetes jelenet, ahol egy férfi egy lámpába énekelve szerenádod egy másik férfinak. Tehát, és félelmetes mégis az egész. Ja. És egy mással össze nem hasonlítható hangulata van. A banálisból a félelmetes, ez tényleg a David Lynchnek a kulcsa, hogy hátborzongatót talál a teljesen hétköznapi dolgokban. Igen, hát már a nyitó jelenet sor is gyakorlatilag egy-egyben nem csak az, hogy tézise a filmnek, meg a Lynch művészetének, hanem pont ezt szimbolizálja, ahogy ott megmutatja ezeket az élesen színezett kertvárosi életképeket, a tűzoltóautóról integető tűzoltóparancsnok, meg a virágos kertek, és akkor ott ugye a Jeffreynek az apukája, hogy locsolja a kertet, és hogy még mielőtt ő ott szívrohamot kapna, vagy agyvérzést kapna, és még mielőtt a megjelennének a bogarak, meg az a furcsa kisbaba, aki oda totyog, tehát még mielőtt tényleg iszonyatosan szürreális és nyomasztó lenne a jelenleg, már akkor is azok az ilyen idilli képekbe is a zenével együtt van valami nagyon furcsán hátborzongató. Azokban a vágóképekben. Én azt tudom, hogy igen, amikor kijöttem a filmről, euforisztikus állapotban voltam, de már abban az első felvezető jelenetben olyan volt, mintha tudom, emlékszem rá, hogy erre gondolom, úristen, igen, ez az én filmem, valaki úgy gondolkodik, pont úgy csinál filmet, ahogy nekem tetszik. Meg vagyok őrül, és már annyira föl voltam húzva az első két percben, hogy őrület. Szóval igen. Igen. Egyébként ez a totyog... Igen, tényleg... Bocsás, igen, mondjad. Nem, én is pont arra akartam rátérni, hogy az mondjad. A totyogó baba, az lehet, hogy pont ő maga a Lynch. Ugye, hogy látta azt, hogy mesztelen őt gyerekkorában, tehát konfrontálódott a real life horrorral, úgy a totyogó baba is. Igen. Tényleg. Igen.
Igen, de ott egyrészt ennek a babának a megjelenése is már ilyen teljesen zavarba ejtő, és aztán ott használja először azt az effektjét, ami ilyen VD1, és ami szerintem mindig borzasztóan hatásos nála, ahogy belassít egy hangeffektet, amikor megjelenik a kutya, és a kutyaugatást így széthúzza, és így agyon torzítja. Ez egyébként hátból zavartó tud lenni egy teljesen banális dolognál. Igen. Azt nagyon-nagyon szeretem nála mindig. Ja. Lincsizmusok közé tartozik még azért. Nagyon tetszik, ahogyan így a locsoló csövön keresztül magyarázza el, hogy a vérkeringése hogyan szorul el az embernek, és kap agyvérzést. Meg a nagyon lincses dolog maga a Jeffrey-nek a megérkezése a rendőr őrse. Bocs, csak mielőtt átmennénk ezen a jelenten. Hát a legtöbbet idézett lincses megoldás az, amikor ott vagyunk az idédi kisvárosban, ugye az öreg férfi rosszul lesz, és a kamera lemegy a fű alá, fű alatti rétegbe, amit nem látunk, ahol bogarak tépik és tombolnak. Tépik egymást és tombolnak. Tehát az, hogy ennél egyértelműbb nem lehet a film üzenete, hogy a máz alatt mi van. Tehát az, hogy a középosztálybeli létezés alatt ott a káosz. És ez erről szól a film. Hogy igazából rothad alulról. Meg hát a másik aspektus, meg ez az ártatlanság elvesztése a bébinek a megjelenésében. Aztán még ilyen, hogyha már ezeknél a lincsizmusoknál tartunk, ami az egyik ilyen legerősebb pillanata, vagy legváratlanabb pillanata a filmnek, amikor a Dennis Hopper így elővölti magát, hogy I fuck everything that moves, és egy ilyen nagyon hirtelen vágással kivágja őt abból a képkockából, mielőtt átvágnánk a következő helyszínre, következő jelenetbe. És ezek az ilyen nagyon váratlan formai megoldások, amikben a Roddy fejhez topzódott ezekben. A kék bársony viszont egy alapvetően egy ilyen konvencionálisabb műfai eszközökkel játszik, mint a neo-noir meg a melodráma, és abba beletesz egy-egy ilyen teljesen zavarba ejtő avantgárd pillanatot, mint hogy kivágja Dennis Hopert az üvöltés végén abból a szobából, mint hogyha ott eltűnne, és ezek olyan mért, ezek azt szimbolizálják, amikor így hirtelen így kizökken a világ abból a rendből, amit te addig rendnek gondoltál, tehát hogy ezeknek annyira erősen formailag is alátámasztják azt, amit a Lynch gondol a világról, vagy a Lynch mesél a világról, hogy bármelyik pillanatban kicsúszhat alul az a talaj, és bármelyik pillanatban szintjálódhat az a valóság, amit te egy ilyen rendezett dolognak hiszel. Igen, mondom, ugye lehet, hogy picit didaktikus, de tényleg arra vezethető ez az egész vissza, amikor a fiatal korában kirántották úgymond alul a talajt, tehát a biztos középosztálybeli létezésből átment a Philadelphiában ebbe a totális mocsokban élni semmi pénzből, a biztonságot rántották ki a talpa alól, és konfrontálódott azzal, hogy mi folyik egy nagyvárosban, és ebből építkezik ez az egész, ebből táplálkozik. Meg az a trauma, hogy ez a dongalábú lánya született, akit hát szörnyként ábrázol a Radír fejben, ezzel ez is megbirkózni apaként, meg hasonlók, igen. Az, hogy ez mély nyomot hagyott benne. Ja. A karaktereiben is így elválik ez a városi, meg a kertvárosi. Tehát a Dorothy egy ilyen nagy apartmanban él, nem panelház, de hát egy társasházban, és a Jeffrey-ek meg a kertvárosból jönnek, ahol mindig minden szuper békés, és a rendőrök is ugyanez a közeg, úgyhogy ez a Twin Peaks-es ilyen nagyon joviális rendőrös, ahol még a gyilkossággal is mosolyogva beszélnek, az ott is, itt is visszaköszön, ahogyan a Jeffrey beviszi a fülét, és akkor ilyen nagyon kedves vele a sheriff, és így magyarázza, hát ez tényleg egy fül, ez tényleg egy emberi fül, és így egyáltalán nem érződik benne a fajsúlya a szituációnak. Nagyon kedvesen beszélget vele. Igen, hát ahogy Lynch otthon szokott, tehát kb. Ez a kis figyelj, de azt figyeljétek meg, hogy ez a film a 80-as években játszódik, de semmiféle 80-as évekbeli nincsen benne. Igen, ezen nagyit gondolkodtam, csak a hajakon lehet látni, hogy ilyen feltupírozottan. Igen,
két részre osztható az a film. Vagy az 50-es években játszódik, vagy a radírfejben játszódik. Amikor a Dorothy világában vagyunk, akkor a radírfejben vagyunk. Amikor a Jeffrey világában, akkor pedig az 50-es években, mert Lynchnek az a meghatározó évtized. Ja, ezt mondta tényleg, hogy akkor még úgy volt valami pozitív kilátás, meg egy ilyen optimizmus az emberekben. Igen, nagyon szerette a gyerekkorát, Igen, és ez tök jó, hogy mondod, hogy a Dorothy az a radírfejben él, mert hogy ettől megmagyarázhatatlanul nyomasztóak azok a jelenetek, amik az ő lakásában játszódnak. Tehát, hogy oké, hogy ott ilyen borzasztó dolgok történnek, de még miatt ezek a borzasztó dolgok megtörténnek, ahogy fényképezi azt az apartmant, ahogy bevilágítja azt az apartmant, ilyen látszólag nagyon szép, de közben ilyen iszonyú mocskos, és ilyen így rát tapad az az atmoszféra, ami abból a lakásból ered, és egyrészt amilyen szögből fényképezi, tényleg amilyen fényeket használ, amilyen tapétát, amilyen színvilágot, hogy így megint csak ez az érzés, hogy valami rohadtul nem stimmel ezzel a lakással, miközben látszólag ez egy tök normális hétköznapi lakás. Igen. Tehát ugye beszéltük arról, hogy áthozta a Redditfe stábjának nagy részét, tehát biztos, hogy a berendezők meg ezek az onnan voltak, tehát csak éppen színes radírfej a Dorothy lakás, a radírfej apartmanja. Igen, persze. Visszaköszönöm. A színészeket meg a Dune-ből kölcsönözte Phil Arrakis, itt van a Frank Booth-nak a bandájában. Ez a Jack Nance, meg Brad Dourif, akik mindenki tanulsz a Markon. Jack Nance maga a radírfej. Jaj, igen, tényleg, persze. Azt beszéltük is, pedig András, elfelejtettem. Meg hát Dean Stockwell a harmadik, úgyhogy azért szerencsé, meg hát Kyle MacLachlan. Úgyhogy azért ennyi hazadéka biztos van a Dune-nek, hogy nagyon, nagyon sok kedvenc színészért megtalálta ott a Lynch. Hát igen, meg ugye Kyle MacLachlan is ennek a filmnek köszönheti a karrierjét, és Laura Dern is itt születik meg. Mármint abban az értelme, hogy nem tudom, neki is a első vagy második filmje a Kék Bársony, és hogy neki aztán rengeteg más ilyen nagyon nagy szerepe is volt, nem csak David Lynchnek a hősnője, de hogy a legizgalmasabb szerepei között szinte kihagyhat, mindegyik Lynch film beli szereplése kihagyhatatlan, tehát hogy minden egyes alkalommal, amikor Lynch előtt megjelent a kamerán, Lynch kamerája előtt megjelent, akkor valamilyen egyedülálló dolgot alkotott, és ez már erre a filmre is igaz, tehát hogy az, aki Szende lány, akit játszik, ő is olyan elképesztően mély érzelemvilággal rendelkezik, és az ő alakítása a nem akarom azt a szót használni, legtermészetesebb, de hogy az övé a legőszintébb, legnormálisabb. Igen. De egyáltalán nem lesz unalmas, tehát hogy nem úgy normális, hogy van a sok izgalmas karakter, meg van ez a Sandy, aki egy kis átlagos kertvárosi lány, hanem ő is ugyanolyan izgalmas transformáción megy keresztül, még hogyha nem is olyan látványosan, mint a Jeffrey. Igen, ez igaz. Hát igen, ő is ráeszmél bizonyos dolgokra. Abszolút. Hát igen, ilyen felnövési bizonyos dolgokra. Utána megbánja kicsit, hogy összeszűrt szerintem a levet a Jeffrey-vel, de hát ez... Igen. Az már más. Beszéltünk a Douglas Sirkről, illetve megemlítettük csak, pedig az baj, hogy itt Magyarországon szinte teljesen ismeretlen, pedig szerintem az amerikai második világháború utáni filmművészetnek az egyik legfontosabb figurája. Ő az, aki annyira túlzásba viszi a melodrámát, ugyanakkor a képi világa gyönyörűbb, mint bármelyik másik 50-es, 60-as években készült filmnél, hogy egy saját kis külön dimenzió, ennek a kettőségének köszönhetően egy ilyen saját kis dimenziót, egy saját stílust teremt. És a Lynch ebből az bizonyos a melodrábából kiszűrődő igazsággal a Sirknek az egyértelmű, hát nem tudom, hogy utóda-e, de van köztük elég sok kapcsolat a művei között. Egyébként ebben tényleg nagyon sokat segít neki a Badalamenti. Most nekem eszembe jut az rögtön, ahogy mondtad a melodrámát, amikor előbukkal először a Laura Dern karaktere a Sötétből, és először azt hittem, hogy ez egy ilyen noáros dolog lesz, hogy most ez a femme fatale, és abszolút nem. És így beindul egy ilyen iszonyatos, teljes zenekari
melodramatikus, nagyon hangos, romantikus tétel, és ugye egyből tudod, hogy mi történik anélkül, hogy egy szó elhangzana. Nagyon érdekes szerintem is ennek a filmnek ez a tonális egyensúlyozása a neo-noirnak a merettenetével és a melodrámának ezzel a teljes őszinte bevetésével. Őszintés, igen, így van. Nem tudom, tudom, hogy az noirnak hívják ezt a filmet, de nem tudom, valahogy nekem sose volt noir. Nem éreztem noir. Inkább csak így a szerkezetében, vagy elemeiben, igen, de így nem noir, szerintem sem a hangvétele. Nem. Csak vannak benne puzzle darabok a noirból. Hát igen. Meg mivel az 50-es évekre ennyire vizuálisan visszautal, ezért is lehet noirnak gondolni, mert hát az ott főleg a 40-es, 50-es években topzódott a noir. Ja, ez is igaz. Igen, meg hát maga a film is rájátszik erre, tehát az első pár jelenetben valahányszor mutatják, hogy valamelyik idősebb szereplő, mint a Jeffreynek az anyukája, vagy nagynénje, a tévében néznek valamit, akkor mindegyikük egy noir-t néz, meg mindegyikük valamilyen krimit néz. Aha. Tehát inkább a noir szerintem is egyrészt a szerkezet, egy szerkezet, amire rá tudja húzni a történetét, illetve hozzátartozik ahhoz az amerikánához, vagy ahhoz az amerika képhez, amiben ő felnőtt, és amit ő megpróbál feldolgozni. Erről az amerikánáról akarsz még beszélni, András? Mert azzal vezetted föl, hogy számodra a Lynch beszél legérdekesebben Amerikáról, ha jól emlékszem. Ja, hát igen, igazából csak leginkább arra gondoltam, amiről már itt a nyitó jelenet sor kapcsán beszéltünk, tehát arról, hogy megidézi ezt a kertvárosi idilt, és hogy... És alatta a rothadó valóságot. És hogy alatta a rothadó valóságot, és hogy tényleg minden eleme ennek a kis, nem mondom, Lumbertownnak hívják, vagy hogy hívják ezt a kis várost. Tehát minden egyes eleme azt a fajta ilyen idilli, idealizált, és a valóságban ilyen módon véletlenül soha nem létezett amerikai kisváros képet mereviti ki, amiért a Lynch rajong, és amiben hinni szeretne, és amit ő imád, és hogy ez az imádata viszont nem felhősíti el a tekintetét, és hogy úgy imádja, hogy közben tisztában van ennek a hamisságával bizonyos mértékben. Tehát ez tök érdekes számomra, hogy ő tényleg így visszavágyik ebbe a korba, ami az ő gyerekkora volt, és megpróbál megörökíteni ezt a talán sosem volt Amerikát, de közben nagyon tisztán látja, hogy ez az Amerika, ez miért volt mindig is hamis. Hát így a saját ártatlanságának az elvesztése miatt soha nem térhet már oda-vissza. Igen. Hát meg abból dolgozik, amit megtapasztal, tehát nem feltétlenül van. Uh-huh. Van benne visszavágyakozás, gondolom, csak hát amikor ezt a filmet csinálja, még 30-as éveiben jár, olyan erősen szerintem a nosztalgia még nem alakult ki nála. Ezt nem, ismeri. Nem. Igen. Ez volt számára kedves. Ezt szerette. A sötét, meg a világos oldalát is. Igen. Még ilyen nagyon klasszikus lincsizmusok, amiket ebben a filmben is észrevettünk, de nem beszéltünk még róla nagyon. Álomjelenetek, szintén a bizarr hangeffektekkel torzítva. Nagyon-nagyon hatásosak szerintem. És van itt is egy ilyen kis Lost Highway-es gurulás a sötét, egy darab lámpával megvilágított sárgán felfestett úton, ahol ugye éppen a Jeffrey valami lelki folyamaton megy át, ahol ugye vágyaiból viaskodik valószínűleg éppen az arc kifejezéséből ütélve. Amit ugye mit énekel David Bowie pont akkor a Lost Highway-ben, amikor ez megy, I'm deranged. Tehát a Lynch beismeri maga előtt, hogy vannak problémák. Ja, erre leszámít az, hogy a Lynch szeret magyarázni a transzcendentális meditációról, hogy ez neki egy ilyen nagyon bevált technika, és akkor lemegy meditációba, és akkor onnan jön neki a fejéből az őrültségek. És hogy szerintem ez a vizuális reprezentációja ennek az állapotnak, amikor így ilyen flow-ba kerül a karaktere, és ledobja a szíjat, és egy ilyen teljesen befordul erre, ahogy egyébként ez így megfigyelhető ténylegesen is a sofőröknél, akik ezzel foglalkoznak, hogy mondjuk egy éjszakai úton mennek, és kiesik nekik egy útszakasz, mert nem emlékeznek rá, hogy végigvezettek rajta, mert közben így hipnotizálódtak attól az úton, amin haladnak, a repetitív mi volt emiatt, és itt ezt próbálja ezekkel a képekkel szerintem a Lynch valahogy megidézni, hogy van egy ilyen
amikor így befordul az ember a saját agyába és a saját gondolatai cikázásaban halászik, és ez a Lost Highway-es ilyen suhanó út, ez segíti elő szerintem. Igen, és hát ugye Franz tudja, hogy David Lynch fog-e még rendezni nagy játékfilmet, vagy akár sorozatot, de hogyha most tegyük félre ezt a Netflixes majmos kis rövid filmjét, de hogyha a Twin Peaksnek harmadik évadnak a záró része, mondjuk az utolsó, ami a David Lynch filmográfiájából mondjuk megmarad, akkor az epizód is szinte teljes egészében egy ilyen autóút, és nagyon érdekesen játszik megint azzal, hogy pont amiről most te beszéltél, Péter, hogy ennek az autóútnak az ilyen bénító unalma és hipnotikussága az gyakorlatilag, nem is tudom, teret, időt és dimenziókat is úgy tud átformálni, hogy a végén azt se tudod, hogy már hogy pontosan hol vagy és hová jutottál. Tehát, hogy ez a motívum, ez ilyen szempontból nagyon érdekes, hogyha mondjuk az lesz az utolsó Lynch mozgókép, akkor az mennyire fajsúlyosan fókuszál erre a nem tudom, Lynch-es toposzra. Jó, azért még ne írjuk le, tehát jó bőrben nem, van. Nem, véletlenül se szeretném leírni, meg nagyon vágyom arra, hogy én leginkább azt szeretném, hogyha még rendezni egy filmet. Én arra vágyom én is, és azt szeretném, ha filmre forgatná, és nem videóra, mert néztem, mondom, néztem most délután újra a Kék Bársonyt, és ezek a szélesvásztú kompozíciói, ezek gyönyörűek. Tehát igen. Tudom, hogy mindenki oda van Twin Peaksért, meg hasonló, meg amiket az utóbbi időben csinált, de azért is a kedvenc filmem a Kék Bársony, mert azok a nem is a kompromisszumok, de azok a bizonyos megszorítások, némelyik megszorítás, ami rá lett téve, az egy feszesebb narratívát, egy jobb filmet produkál, és egy jobban kinéző filmet, mint amiket mostanában csinál. Én szeretem a mostani dolgait is. De néha nem kell, egész egyszerűen nincs szükség arra, hogy egy 3 percben elmesélhető jelenet 10 perces legyen, amiket mostanában csinál. Tudom, hogy erre különösen allergiás rászólnak, hogy vágjon meg egy jelenetet, legyen rövidebb, de bizony nem árt néha. És amikor még filmre dolgozott, amikor még egy producer, egy keménykező producer alatt, akkor valahogy feszesebb és jobb munkákat csinál, szerintem. Ja, egyébként ebben az érdekes, mert hogy vannak azok a kreativitással is rendelkező producerek, akik képesek az egyébként rendkívül zseni rendezőket úgy kezelni, hogy inkább jobb legyen a produkció, nem pedig elszenvedi az, hogy van egy producer, aki beleszól. Nekem ez az érdekes, mert amikor először láttam a Kék Bársonyt, akkor valahogy azt kutattam, hogy nagyon hatott rám a film, és nagyon tehát a Dűnét lesz, amit van, nincs olyan David Lynch film, amit ne szeretnék nagyon. Azt tudom, hogy Feri nálad van azért, de hogy én igazából minden másik filmjénél, csak az a különbség, elnézést, hogy... Micsoda? Hát, hogy a Wilder Heartot kifejezetten... Ja, azt nem szeretem, igen. Wilder Heartot nem szeretett, csak igen, ez egy ilyen hülye utalás volt, hogy igazából senki nem értette. Azért nem szeretem a Wilder Heartot, rájöttem, mert minden túlzásban van bűve benne. Tehát ebben a filmben vannak olyan karakterek, vannak a középpontban, akikkel azért, ha nem is azonosulni, de együtt tudsz érezni. Nem tudsz azonosulni, de a Wilded Heartban nem. Tehát a Wilded Heart főszereplői, mintha ilyen Looney Tunes rajzfilmek lennének. Abszolút. És abszolút, én ezt megértem, hogy ez egy choice, tehát ezt a Lynch direkt így akarta csinálni, de attól függetlenül nem szeretem ezt a filmet. Ja, ez teljesen érthető. Igen, szóval, hogy amikor először láttam a Kék Bársonyt, akkor így igazából nem lett a kedvenc David Lynch filmem, és máig sem ez nekem a kedvenc David Lynch filmem. Nálam a Twin Peaks Fire Walk With Me az a mestermű tőle, és aztán azon kívül pedig a Mulholland Drive meg az írés. Semmi kompromisszum nincsen annál a filmnél. Igen. Igen. Tehát, hogy én
az ilyen messzibb filmjeit, azokat vagy egy fokkal jobban szeretem. De azon gondolkoztam a Kékbársonynál, amikor először láttam, hogy lehet, hogy azért nem hatott rám annyira, mert hogy a Twin Peaksben igazából ugyanezeket a témákat fejtette ki hosszabban és talán jobban. És most újra nézve azért ezt már így nem merném kijelenteni. Nem azt, hogy nem ezeket a témákat fejtette ki, hanem hogy a Twin Peaks az, nem tudom, feltétlenül jobb lenne attól, hogy hosszabb ideje vagy több ideje volt kifejteni a témáit, mert teljesen egyetértek azzal, hogy a Kékbársonynak ez a contained jellege az, hogy 2 órában fogalmaz meg mindent ennyire pontosan, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy érdem, és egy nagyon nagy erénye ennek a filmnek. Szerintem számít az, hogy hány évesen látja ezt a filmet az ember. Biztos. Tehát az, hogy én 18 évesen informatív koromban, informatív időben láttam ezt a filmet, ez sokat számít abban, hogy nekem ez a kedvencem. Ha, mit tudom én, hogyha a Lost Highway-t látom 18-es koromban, lehet, hogy az lesz a kedvencem. Az lenne. Persze. Az biztos, hogy a Veszett a világ nem lenne a kedvencem, mert azt már akkor csináltam, úgyhogy... És azt kapott Káni nagy díjat, szóval... Érdekes. Igen. Whatever. Igen. Ja, az érdekes. És ott, hogy kifütyülték Kubrickot, Lynchet Cannes-ban, szóval minden megjárt. Ja, de volt, hogyne a Firewalk-ot mit kifütyülték, igen. Igen. Soha nem a megérdemelt filmjét. Nem tudom, a Firewalk-ot miről beszéltetek a... Aha, igen. Sorozatban? Igen. Nagyon-nagyon szeretem én is. Igen. Beszéltünk róla, abszolút nem bánom, ha még szóba hozzuk. Jó, egy picit szerintem beszéltünk nyugodtan. András? Igen. Szóval én ja, hát igen, nekem. Igen, mondjad. Igen, mondjad. Mondjad, te légy szíves. Nem, szóval nekem az volt az a film, itthon néztem meg, már említett ilyen David Lynch maratonom során, és így amikor ott vége volt, akkor így egy, nem tudom, egy órákig nem bírtam megmozdulni. Tehát, hogy az nekem egy ilyen elképesztően földbe döngölő katartikus érzelmi út volt. A Laura Palmer-es szakasz. Tehát az első, nem tudom, fél óra vagy 3/4 óra a kis nyomozással, azt én nem tudom, nem baj, hogy ott van, de az, hogy annyira én nem foglalkozom. De onnantól kezdve, hogy visszamegyünk az időben, és Laura Palmerrel vagyunk, az számomra, nekem az a David Lynch életműnek a csúcsa, mert az a, ahogy te mondtad, a legkompromisszummentesebb, az hatol a legmélyebbre, azokban a témákban, meg azokban az abúzusokban, abban a világban, amit a David Lynch lát, és amit fel akar tárni számunkra, és az a film, ahol a legmélyebben, én azt érzem, hogy az az a film, amiben a legmélyebben azonosul a főszereplőjével, és a legmélyebben kívánja neki azt, hogy jó legyen számára, úgy, hogy mindez egy olyan karakter, akit a hozzáfűződő sorozat a legelső pillanatában arra károsztat, hogy ne legyen számára megváltás, és szóval számomra már maga az a gesztus is, hogy ő megcsinálta a Firewalk Me-t, és hogy az a hősnője, aki igazából sokáig csak egy szimbólum volt a sorozatában, az elveszett ártatlanságnak a szimbóluma, hogy azt mondta, hogy jó, akkor most te egy valódi ember leszel ebben a filmben, és itt csak rólad lesz szó, és megadok neked mindent, amit az a világ nem adott meg, amiben te beleszülettél. Ez számomra egy olyan mélyen emberi és gyönyörű gesztus, hogy ezzel nem bírok betelni. Nem csak, hogy mélyen emberi gesztus, hanem olyan könnyen kimondjuk azt, hogy abúzus, és olyan könnyen elsiklunk felette. Főleg úgy, hogy nincs. Olvassuk a rengeteg cikket az újságban, vagy az interneten a bántalmazásról, és nem ölt testet. Érted? Nem érezzük át igazán. Igen. És ez az, amikor azt mondja a Lynch, hogy engem nem érdekel az, hogy te hogyan viszonyulsz el. Nem érdekel, hogy nem akarod látni. Nem érdekel az, hogy el akarsz bújni előle. Lehet, hogy a hírnevemet teszem kockára. Lehet, hogy a karrieremet teszem kockára. Lehet, hogy azt teszem kockára, hogy soha büdös életben nem csinálok még egy filmet, de készítek egy olyan dolgozatot, amiben a magam eszközeivel, a magam szürreális eszközeivel, tehát nem realistán azért teljesen, legalább arra megpróbálok kísérletet tenni, hogy milyen az, hogy filmre vinni a szenvedést. És ez, igen. És a Firewalk With Me, ez a film.
Tényleg elképesztő, hogy mennyire zabolátlanul, mennyire tényleg tökéletes aprólékos sebészi pontossággal mutatja be ott a Laura Palmernek az érzelmi kiszolgáltatottságát és széthullását. Hát nincs még egy olyan film, az biztos, ami csak arra épülne, hogy bemutatja egy lány a halálhoz vezető útját. Tehát egy olyan, de úgy megmutatja, hogy az abúzus okát, azt a poklot, azt a valós poklot, amiben élnie kell. Uh-huh. És igazából a szürrealitás a Lynchnek tompít ezen. Tehát amikor már nem bírható a valóság, igen, akkor be kell, hogy lépjen a szürrealitás, és a szürreális jelenetek erre szolgálnak a filmben. Igen, hát figyelj, és újra csak visszatérve arra, hogy az irónia. A film legutolsó jelenetében ugye Laura Palmer a mennybe megy, és angyalként megy a mennybe. Szó szerint ez az utolsó jelenet a film. És hát, ha ezt nem a Lynch viszi filmre, akkor kiröhögik. Még így is néha kiröhögték régen a korábban, amikor még a film nem volt ennyire komolyan véve. Nem gondolták, igen, azt a filmre, amit manapság gondolnak. És az egy menekülés, az feloldás szinte az alól a borzalom alól, ami az a korábbi két órában ezt a nőt érte. És ha, igen, az nem egyértelmű ott abban a pillanatban, hogy ezt a Lynch nem gondolja ironikusan, ja, hogy számára ez halálosan komoly, akkor, igen, nem tudok mit mondani. Egyetértek, teljesen egyetértek. Ez engem is mindig meglep. Meg úgy általában véve is a Lynchnek a filmjével kapcsolatban így szerintem, főleg a Lynchet lehet, hogy kevésbé ismerő nézők között van egy ilyen tévképzet, hogy minden filmben totál elszállt és nincs is semmi értelmük, de hogy nagyon is egyértelműek az ő filmjei, féktelenül jól össze lehet őket rakni. Tehát egyáltalán nem, tehát a Lynch annak ellenére, hogy szereti a szürreálisat, és szereti, hogy vannak epizódjai a filmnek, amikor lehet, hogy narratív szempontból nem következetesek a dolgok, mert álomjeletek, vagy álomszerű a logikája a filmjének, de mindig nagyon is egyértelmű, hogy mit akar elmesélni. Mindig is van egy egyértelmű dolog, amit el akar mondani. És egyébként meg szerintem cselekmény szinten is egy követhető, minden filmje teljesen követhető, és következetes. Egyáltalán nem egy bolond rendező a Lynch. Persze. Engem, megmondom őszintén, amikor először láttam a Mulholland Drive-ot, az dühített, hogy számomra túl egyértelmű volt. Tudom, azt kevesen mondják el. Az, hogy láttam azt, hogy tényleg magamat ismertek engem, így földühítettem magamat rajta, mert ja, láttam, hogy arról szól a film, hogy a két és fél órás film, a két órán keresztül egy álomjelenetet látunk, és utána szó szerint felébred az, aki odáig álmodott. És utána a valóságot látjuk fél órában. És ez a nagy mű, ez persze az a film az egy remek mű, attól függetlenül, és el kell tenni a 20 évnek, hogy föl tudjam dolgozni, de ott akkor emlékszem, hogy engem nagyon idegesített az, hogy szó szerint egy álmot látunk. Ez egy lusta megoldásnak tartottam. Ja, értelek. Jó van, na hát nagyon örülök, szerintem elég jól sikerült kibeszélnünk a kékbánsait, meg Lynchről is örülök, hogy még ejtettünk egy pár szót. Akartok még valamit elmondani, vagy van olyan téma, amit nem fejtegettünk ki? Most én egyelőre nem. Jó van. Nekem sincs. Szuper. Én is így érzem. Még egyszer nagyon örülök, hogy ilyen jót tudtunk beszélgetni Lynchről. Szintén. És akkor tényleg ezzel vége is az idei évadunknak. Még lesz egy karácsony után, vagy karácsony környékén várható év összegző adásunk Andrással, és reméljük, hogy néhány vendégünk is kameózik majd az idei évből. Jövőre pedig új dolgokkal érkezünk, és szerintem András ideje, hogy elmondjuk a hallgatóknak, hogy mi az jó. Szerintem is. A Patreonunkon már pár hete tudják a támogatóink, hogy mivel készülünk jövőre, és segítettek is nekünk, segítenek is aktívan nekünk abban, hogy összeálljon egy menetrend. Úgyhogy pontos címeket még nem fogunk tudni nektek mondani, de januárban kezdetét veszi a magyar filmes évadunk.
úgyhogy rengeteg nagyszerű magyar filmmel lesz dolgunk, mert magyar színészekkel és rendezőkkel, akiktől óriási vakfotókat fogunk bepótolni. Csak hogy néhány nevet mondjak, biztos, hogy lesz nálunk milliónyi Latinovics, Törőcsik, Mari, rendezők között Huszárik, Fábri, 1000% hogy lesznek, és még nagyon-nagyon sok mindennel készülünk. És majd azt is kitaláljuk, hogy a vendégeink, akiket idén hallhatatok, ők mire fognak tudni visszatérni, milyen adásokra, és hogy milyen új vendégeket fogunk tudni még megszerezni a Vakfolt Podcastban. Úgyhogy kísérjétek figyelemmel a adásainkat jövőre is. Így van, ez az évad, ez már a régi menetrend szerint januártól júniusig fog tartani, tehát nem az egész évet fogja felülelni, mint a mostani vendégévadunk volt. Ősztől majd egy új tematika veszi kezdetét, de a 2022 első fele az a magyar filmek jegyében fog telni. Feri, neked van kedvenc magyar filmed? Van, és hogyha vendégül látok, akkor a Szürkületről nagyon szívesen beszélek. Nagyon jó. Az biztos, hogy nem látszotta még senki. Nem. Jó, ezt fel is írom. Tök jó. Na, hát akkor ez egy. Egy adás, amiről már tudhattok. És hogyha hasonló módon szeretnétek minél hamarabb értesülni a dolgainkról, illetve egyéb extra tartalmakra vagytok kíváncsiak a Vakfolt Podcast műsorvezetőitől, például arra, hogy mit fogok mondani a Matrix 4-ről, ami valószínűleg pár napon belül, vagy pár héten belül esedékes, akkor ezeket... Ugye, csak azt mondját, azt ígérjétek meg, hogy el a kezekkel a papámról, az benne lesz a következő évadban, jó? Tehát arról beszéljen valaki. Nem én, persze, mert nem vagyok mazoista. Na hát azért nem. Szeretném. Ha így ragaszkodsz hozzá, akkor vendégünkkel hajlásunk az adásban. De nem miért akarod, hogy másfél órán keresztül kurva anyázzak? Tehát most ez sem értelme. Hát figyelj, a tágra zárt szemek adásukra érkezett reakció alapján van rá igény a hallgatóink között, hogy ezt hallgassák. Nem hiszem, hogy ugyanaz lenne, tehát abban a filmben azért lehetett pozitívumokat talán. Fú, de utálták ezt a tágra zárt szemek véleményemet. Sajnálom. Tök jó, egy csomót. Nem változtatok rajta, továbbra is így érzek. Jól teszed, de nagyon sok, szinte nagyon sok, nagyon tiszteletre méltó feedback jött, akik olyan persze, voltak. Persze, nagyon. Az egyik küldött el csak pszichiáterhez, úgyhogy... Jó, az érdekes volt. internetes viszonylatok között ez nagyon lightos, úgyhogy... Igen. Pozitív komment szinte. Egyébként tényleg a Vakfolt Podcast társadalmának az általános nagyon optimista, vagy nagyon pozitív hangvételéről árul el sokat, hogy ezzel már nagyon megütköztem, hogy valaki ezt mondta. Ez már kilógott. Úgyhogy egyébként ha már itt tartunk, akkor ajánlom a Vakfolt Podcast társalgot is, mert lehet ilyeneket kommentelni az adásaink alá, meg mondjátok el nekünk, hogy tetszett a Kékbársonyt, melyik Lynch filmet láttátok először, és azóta is a transzban éltek el, amit a Lynch filmek okoznak számotokra. Tehát ez az egyik, a Vakfolt Podcast társalgó, ami a Facebook csoportunknak a neve, mindenképpen keressetek rá egy csatlakozatok, ha még nem tettétek volna, és akkor a patreon.com/vakfoltpodcastot szeretném még a figyelmet ebbe ajánlani, ahol, ahogy már említettem, a magyar évadról már hetek óta tudnak a támogatóink, és várható, hogy lesz adásunk a Matrix 4-ről, meg még egy csomó várható film premierről, úgyhogy keressétek fel a patreon.com/vakfoltpodcastot. És Feri, te is mondd, hogy téged hol érdemes, hol lehet olvasni cikkeidet, hol lehet követni. Én az epic.hu-nak a főszerkesztője vagyok, ahová András is ír, és egy csomó kiváló ember. Ott olvashatjátok cikkeimet is, és remélhetőleg jövőre már más dolgokat is elmondhatok kis outro közben. Szuper, nagyon jó. Izgatott vagyok. És akkor András, téged hol tudnak a hallgatóink követni, olvasni? Engem leginkább a Twitteren, a Gains alsóvonás név alatt, és amikor nagy ritkán megjelenik egy-egy cikkem, akkor arról ott értesítek mindenkit. Jó van. Én szintén Twitteren vagyok fenn, Freevo néven, 2 L-vel, Letterboxdon is mind a ketten Andrással logolgatjuk a filmjeinket, nagyon szorgosan, meg közé tesszük majd a listákat az év végén, úgyhogy azt is érdemes megnézni.
És akkor a Vakfolt podcastot pedig kövessétek a kedvenc lejátszótokban, az Apple-on, Google-on, Spotify-on, akármit is használtok, mi biztos, hogy ott vagyunk, úgyhogy subscribe-oljatok, meg nyomjátok a csengettyűt, hogyha van olyan, és a YouTube-on is vagyunk egyébként szintén, úgyhogy kövessetek, amelyik nektek megfelel azon a platformon. És jövő héten, vagy hát valamikor a közeljövőben a top listás adásunkkal biztosan jelentkezünk. Addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.